Mai beszélgetésünk témája, hogy mi egy biblioterapeuta feladata. Meghívottunk Borbély Leventet, magyar könyvtáros, biblioterapeuta, író. Az első kérdésem pedig az lenne, hogy ez a biblioterapeuta feladat, szerep, foglalkozás miben merül ki? Tehát összességében miről szól ez a... Igen. A biblioterapia nagyon egyszerű dolog. Egy mű kapcsán általában olyan műveket szoktuk választani, ami kisebb méretű, tehát novella, és vagy elbeszélés, mégis, vagy mese is lehet. És a felolvasás után pedig átbeszélik. De ez nem olvasókörhöz hasonló, hanem inkább önmagunkról szól az egész. Nyilván, hogy nem teszünk fel olyan kérdéseket, ami egy órán, magyar órán elhangzik, inkább nem ítélkezünk, nem kérünk számon semmit, csak a benyomásokat, az érzéseket fejezzük ki tudatosan, hogy a műben szereplő személyek hogyan reagálnak, vagy azáltal a csoportban lévők is hogyan reagálják le mindazt, amit hallottak. És ez a terápia mindenkinek, tehát bárkinek szólhat, vagy külön? Igen, persze. Hát nyilván, hogy én iskolába csinálom, de ez a legnehezebb módja, mert ez kötött. De ugyanúgy felnőttekkel is foglalkoznak, idősekkel, nőkkel, férfiakkal külön, és még a börtönökbe is szoktak, vagy kórházakba, akik sokáig bent vannak. És van erre lehetőség keret, mert ingyenesen nagyon kevés helyen csinálják. És egy ilyen terápia mentális problémáknál például mennyi időt vesz igénybe, vagy egyáltalán megoldást jelentett bármilyen mentális problémára? Általában a biblioterápia az egy könnyebb dolog. Az ember nem annyira lelkileg sérült, hát szomorúság, bánat, kirekesztettség, főleg az iskola kapcsán, meg nem értés otthon vagy valaki által, és ezért pillanatnyilag vagy rövid időre kikészül a személy, nem kapja a helyét. Nagyon sikeresen használják depresszió esetén. De hát minden, aki főleg az érzékenységre, és ti is tudjátok, hogy a legérzékenyebbek ti vagytok, tehát tinik, és jobban érzitek a világot, mint bárki. Ezért is sérültek jobban. Na de hát, hogy a helyeteket megtaláljátok, ide szükséges az az erő, hogy legyen, aki irányítson, vezessen, annélkül, hogy korlátokat szabjon. A korlátokat azt megkapjátok bizonyos helyeken, ahol kell. De a lelki erőhöz kell egy kicsi szabadság. Igen? Minden embernél más-más olvasmány segít, vagy ez összekötött egy adott probléma alatt közösségekben? Igen, szerintem más-más segít, és ha egy közösségről van szó, akkor a közös gondjaink megértésére fókuszálunk, és ezért olyan művet választunk ki, ami abban a szituációban tud segíteni ebben az esetben a diákokon, vagy éppen amilyen biblioterápiás kör folyik az időseken. Hát gondolom a börtönben ott a börtönös dolgokról van szó, hogy hogyan került oda, stb. És ehhez hasonló levezetések. Az osztályközösségben például, hogy van egyáltalán közösség, vagy csak egy osztályba járnak össze. Vagy a kirekesztettség, hogy valakit megbélyegeznek. És azt szerint válasszuk ki a műveket. Természetesen nincs így megszabva, hogy na most ez gyerekeknek való, vagy ez felnőtteknek való, hanem mit kíván az a
társaság. Ezt persze először ki szoktuk szimatolni. Más biblioterápiás körökben pedig ismerkedés által, tehát mindenki elmondja, hogy honnan jött, mit csinál, mivel foglalkozik. Egy ilyen bemutatkozás után rájönnek azért, hogy miről kéne beszéljenek. Azok önként vállalják, hogy részt vesznek egy ilyenbe, és itt pedig szórakozás és önmagad megtalálása. Ezért jó ez, hogy nincsen ilyen kötöttség. És egy kicsit elmehet arra is, amit szeretnek, főleg a diákok esetében. Majd leírjuk a végén, hogy ők hogyan gondolták, vagy mit szeretnének ezután. Igen? És ez közös megállapodás alapján választódik, vagy egy valaki, aki épp tartja a foglalkozást, azt kiválasztotta, és akkor kész, ez lesz? Ezt általában a biblioterapeuta válassza ki, és az szerint, hogy mit mond az osztályfőnök, mit mond a magyar tanár, mit mond a pszichológus, hogy milyen az a közeg, ahol meg kell nyilvánuljon. Mert hogyha olyan emberek vannak közben, akik problémásak, akkor nem biztos, hogy egy biblioterapeuta el tud bánni velük, mert ez a biblioterápia az igazából ilyen lelki beszélgetés. Tehát inkább az, hogy rájöjjünk ezekre a dolgokra, hogy miért vagyok ebben a helyzetben, miért van ez a problémám, és hogy mi erre a megoldás. És ezért pedig azt kell, hogy elkezdjük. Nyilván, hogyha valaki szeretné és elmondaná, és nagyon jelzi, hogy ezt felolvassuk, akkor szívesen. Következőben meg is történik, annélkül, hogy erről beszéljünk, persze mellé, olvassuk fel, beszélgetünk róla. Igen? És van például olyan, hogy mennyi időt vesz igénybe egy valakinek a lelkét kikezelni egy ilyen terápia során? Vagy ez attól is függ, hogy épp hát mennyire veszik komolyan? Hát ha ilyen hullámzó problémák voltak, amiket ecsetértem is, tehát lelki ingadozások mondjuk így, amit minden embernél megvan. Nem, hogy azt higgyétek, hogy ti vagytok így, vagy stb. Mindenki. Azt úgy, hát minimum 3 alkalom szükséges, és úgy 6-7 alkalom, még maximum 7 alkalom találkozásnál színik meg az egész, és úgy kell kiválasztani a műveket, hogy mindazt a lelki bajt levezessék, ami történik abban a csoportban, vagy amire ők sérültek, és ugye meg kell egy kicsit magyarázzák, hogy kikerüljenek, hogy ne bántsa őket. Ezért is szoktam elkezdeni az ilyen foglalkozásokat, hogy nem lehetünk többek se kevesebbek. Ha többek akarunk lenni, akkor segítsünk másokon. Kevesebbek, arról nem kell beszélni, mert azt tudjuk, hogy hogy megy a cikizéstől, és nem tudom mit folytatva. Igen. És vannak visszatérő olvasmányok? Igen, igen. Főleg amiket szeretek és beváltak, általában a diákok is kedvelik azokat föltétlenül. Többször is előadjuk, viszont mindig berakok egy újat is. Legalább minimum egy újat. Cserélődjön a dolog. Rendben, ennyi. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.